fogta a gyereket, és a gyerekkel úgy rászökött Magyarországra. Ő egymaga megoldotta a család egyesítést egy éjszaka. Hát akkor, mikor ez ugye megtudtuk, és kiderült, hát a világ csodájára járt. Okos Márton újságíró barátjáról, Juhos Gáborról mesél, akivel közösen gyalogolt 1989-ben Budapesttől Párizsig. Az volt a céljuk, hogy felhívják az akkori európai média által a világ figyelmét a Nikolaj Ceausescu román államfő falurombolási tervére. 2014-ben, 25 évvel az események után, Okos Márton élményeit, érzéseit és gondolatait, nem utolsó sorban a performance következményeit foglalta össze egy terjedelmes könyvben, melyet gazdagon illusztrált prezentációjában Kárpát-medence szerte tucatnyi helyen bemutatott már. Miután ide kerültünk, mint politikai menekültek, azóról eljöttünk, mert ott nem tehettünk semmit, itt meg úgy voltam, hogy mindenképpen tennem kell valamit, és hát így találtam egy hasonló gondolkodású társat, Juhos Gábort, és így döntöttük el, mikor már ez a falurombolásról egyre többet lehetett tudni, hogy akkor ennek a híreit elvisszük Nyugat-Európába, úgyhogy mi magunk próbálunk ennek minél nagyobb hírverést tenni, illetve támogatást szerezni, hogy a nyugati államok lépjenek közbe, hogy Romániában valamilyen formában a helyzet megváltozzon. A tenni akarás vezérelte Okos Mártont és Juhos Gábort. Erdélyország szépségeit akarták elvinni a nagy Európába, hogy mindenki lássa a különbséget a nemzeti értékek és egy zsarnoki ideológia között. Ezért Bécsen, Münchenen, Stuttgarton és Strasbourgon át egészen Párizsig gyalog 1680 kilométert tettek meg, 10 hét alatt és napi 30-60 kilométer közötti távot teljesítettek. Nem észleltünk semmit, mi amikor az útra indultunk, mi tisztában voltunk, hogy mivel játszunk, tehát mi fel voltunk készülve akár arra is, hogy a szekuritáta, a titkos rendőrség kinyír, de azt mondtuk, hogy vállalnunk kell, mert ugye hát olyasmi vélemények is elhangzottak itt, hogy hát miért nem szállunk ott, már mind Erdélybe szembe a diktatúrával, hogy gyávák vagyunk, és mi ezzel azt is akartuk mutatni, hogy nem, tehát mi nem vagyunk gyávák, de egy-két milliós lakosság nem száll a szembe 20 millióval, vagy a legjobban képzett titkos szolgálattal. Úgyhogy nekünk egy ilyen bizonyítás is volt, hogy igen, mi vállalunk mindent, akár a halált is, ha arról van szó. Az út mentén gyanús jeleket észleltünk, de semmi különösebb probléma nem történt, hál' Istennek, és otthon a szülőföldemen, ott sem volt, azon kívül, hogy a szüleimet rendőrség felhívta, és hát kérdezősködött, de aztán ennél több egyéb nem történt. Anyám melyik otthon nem tudtak semmit, tehát ők is a Szabad Európa Rádióból értesültek, hogy én éppen Párizs felé gyalogolok. Amit akartunk elérni hatásaiba, sikerült elérni, nagyon sok újság beszámolt erről, nyugaton rádió, tévében nyilatkoztunk, és azt hiszem, hogy sikerült a mi magunk egyszerű eszközeivel, mint két egyszerű menekült, tehát kihozni ebből, amit ki lehetett. Pusztítsd el a magyar falut, és elpusztítod a magyar embert. Jól látta ezt minden, minket megtörni kívánó hatalom. A magyar faluban ugyanis benne van minden mi érték. Az isteni örökkévalóságba emelő templomtorony a közepén, mellette az anyanyelv megtartó erejét intézményesítő iskola, a családnak otthont és védelmet adó szülőház, a gyökereket megtestesítő szülőföld és a munka szeretetének gerincerősítő, tartás adó helyszínei is, a parasztudvar és a végtelen mezők. Ezekkel minden, enélkül semmik vagyunk, fejtette ki Okos Márton. Erdélyben azóta is hátrányos helyzetben vannak a magyarok. Az egyre kevesebb magyarnak pedig egyre nehezebb a szülőföldjén való megélhetés, mondta Okos Márton, aki mindezek után is aktívan tevékenykedik az erdélyi magyarság fennmaradásáért. Ugye tudjuk, hogy számbeli kisebbségben nagyon nehéz a helyzet, és az mindig kell valami támogatás, mert ahogy az elmúlt századokban Erdély sorsa is sosem vagy kevésszer dőlt el Budapesten vagy Bukarestbe, ugye mindig a nagyhatalmak hol Moszkvába, hol Berlinbe, hol Bécsbe. Tehát én úgy gondolom, hogy az autonómia először is komolyan kell venni, komolyan kell gondolni, akik a politikai képviseletet vállalják. A cum deo pro patria et libertate, azaz Istennel a hazáért és szabadságért motto
jól érzékelteti e két ember cselekedetének jelentőségét.